Ez egy kocsma itt a hátunk mögött, egy vendéglő, vagy étterem, mindegy, hogy mondjuk. A lényeg az, hogy ez egy régen is az volt, ez egy ősi vendéglő volt a kommunizmus előtt, kolca vendéglő, és egy ilyen nyári kert, és abban az időben működött, és érdekes módon átment a kommunisták, és felkarolták, akkor másképp hívták, és elrontották a régi vendéglőt. Na most ezt vette meg egy jó ismerősöm, aki egy egyszerű, de nagyon jó érzésű ember, semmi sok egyetemi végzettség, semmi, de ért a szakmához, és nagyon az építészetet azt úgy tekint, hogy művészet, és nagyon-nagyon megbecsüli az építészeket, és elismeri. Tehát ritka. És a lényeg az, hogy mindent úgy csinál, hogy az ember megtervezi, és meg lehet vele beszélni. És... Na most ez jó sikerült, ház lett végül, és a régit meg kellett hagyjuk, mert anyagi okokból, és azt átalakítottuk jól elrontva, de most az lett a cél, hogy a cél az volt, hogy belső tér nagy, lehessen ültetni sok embert, hogy lesküvőköt lehessen tartani nagy rendezvényekre is, ő legyen, de közben működjön külön is. Tehát így akkor három egységből áll az egész ház, úgyhogy összenyitható, és külön is működik, és akkor így megfelel a célnak. Na most természetesen hát itt is az anyaghasználat, hát minden épületemnél kőfa, fehér vakolat, cserép, na és akkor ezt még meg, itt nagyon jól sikerült az, hogy itt a kovácsoltvas is mindenütt beviszek, hogy a helyi mesterek, a kézművesség, a kéz legyen benne a kézművesség egy házba, ez nekem egy alapelvem, és itt sikerült teljesen megvalósítani azt, hogy minden kovácsoltvas korlát, minden mesterek munkája, tehát nem mindig, de itt sikerült. Amire vigyáztunk, az a környezet, mert ez régen is egy nyári kert volt, és voltak itt komoly fák. Na most azokra nagyon vigyáztunk, és az egész mindenségnek az adja meg a hangulatás, attól lesz az egész jó, hogy megvan őrizve a természet, tehát az ős fák megmaradtak. Mondjuk újra kellett nyírni, mert szegénykék betegek lettek, aztán sikerült megmenteni, mert ez adja az egésznek a hangulatát. Tehát építészet nincs környezet nélkül is. Ez a környezet egy jó környezet volt, egy jó adott, és nem is tudok ilyen környezet nélküli helyre jót csinálni, mert az embernek még kedve sincs. Itt volt. És az a ház az nagyon egyszerű, tehát itt nagyon fontos volt az, hogy minél olcsóbb legyen, mert tiszta zsebből ment az egész építkezés, semmilyen támogatás, és minél hatékonyabban ki lehessen használni utána. Tehát itt a praktikusság és minden kellett találjon, és végül is ez erről szól az építés, ez nem arról, hogy most önkényesen valamit csinálni, csak azért, hogy legyen. Most ez nagyon működik, nagyon meg van elégedve a tulajdonos, és én is meg vagyok vele elégedve, mert végül betartotta amit megbeszéltünk, amit le volt rajzolva, és végig igényelte a művezetést, végig jelen kellett legyek. Így sikerül valami jó, ha van kivel csinálni. Az építészet az nem az építésztől fő egyedül, hanem a jó kivitelező is bejön, de a megrendelő nagyon fontos. A megrendelő igényessége, a megrendelőnek a józan esze és a hozzáállása. Tehát ezen múlik az eredmény. És itt szerintem bejött.